A következő műsorunk megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Köszöntöm nézőinket, a Cikádor magazint látják, Lipták Péter vagyok, mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Egymást segítik a bátaszéki iparosok. Közel 70-en adtak vért Bátaszéken. Kanizsai Dorottyáról tudhattak meg többet az iskolások. 4 tantárgyban versenyeztek a Gézatusán. Egzotikus állatokból nyílt kiállítás. Bátaszék egyik legnagyobb múltra visszatekintő civil szervezete az Iparosoké. A kör tagjai a hagyományoknak megfelelően minden héten találkoznak és megbeszélik az aktuális gondjaikat. A legfontosabbnak ma azt tekintik, hogy a közel 90 tagot számláló civil szervezet tagjai segítsék egymást a mindennapokban. Ez a dokumentum a Bátaszéki Iparosházat díszítik, tanúsítja, hogy ebben a városban jelentős hagyománya van az iparosságnak és a benne dolgozók együttműködésének. Az iparosok, bár a szakmák biztosan átalakultak, az idők során megtartották az elődök jó szokását, és rendszeres napi szinten tartják egymással a kapcsolatot. Az urban legenda szerint minden reggel együtt kávéznak az iparosházban, és innen indul mindenki napi teendői után. Ráadásul, ha az élet úgy kínálja, egymásnak is munkát adnak a szervezet tagjai. Gerencsér János a testület elnöke arra legbüszkébb, hogy történjen bármi, ők mindig egymás segítségére vannak. 130 éve alapult a Bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete. Azt gondolom, hogy igenis, egy rendes, hosszú kor, amit próbálunk még nagyon sokáig továbbvinni, és nagyon sokáig őrizni a hagyományait, amit az ipartestület azért elmondhat mindenhol, hogy azért az összefogás és az egymás segítése és a nem a harag, mert tényleg itt az összefogásról szól az egész, nagyon barátságos a hangulat. Itt minden pénteken összegyűl egész komoly mag, aki eszmecsere, egymás segítsük, miben, hogyan. Végülis minden olyan szakmában, ami társas, nem egyéni szakma, abban mindenkinek a segítsége, vagy épp véleményét kikérdezik, vagy megvitatják, vagy épp szakmai kérdéseket megbeszélnek. A legfontosabb eredménynek azt tartják, hogy az iparosház olyanná formálódott, amilyennek mindig is szerették volna látni. Van egy hely, ahol otthon érezzük magunkat, mondja Gerencsér János. Majdnem minden évben pályázunk, amíg bírunk, meg amire bírunk, meg hát főképp csak az eszközök, amikre mi már bírunk, de az előző vezetőség, tehát az iparosházat, amit megépített, neki az volt a büszkeség. Én csak ezt viszem. Az országos elnök mondta, hogy büszkesége az országos ipartestületnek Bátaszék. Hogy amit fel tudott építeni, és amit képviselünk itt Bátaszéken. A kikapcsolódás segítő programok mellett a szervezet az utánpótlás képzésben is kiveszi a részét. Szakmai programokat szervezünk, de az gyerekeknek. Az általános iskolának szervezünk minden évben egy ilyen szakmáznapokat, amit bemutatjuk az itt Bátaszéken jelenlévő szakmákat. Amit a kisdiákok, vagy hát ez a 6.-8. osztály közöttiek elsajátíthatnak, mind úgy, hogy gyakorlatban látják, hogy működik az a szakma, hogy működik egy varoda, hogy működik egy lakatos üzem, hogy működik egy kozmetika, vagy éppen egy étterem, hogy hogy lehet elsajátítani a szakmát. Az iparos testület meghatározó a város életében, mondja Somosi Szabolcs alpolgármester, aki maga is tagja a körnek. Ez a város egyik értéke, mondja. A régi hagyományokat ápolván azok a vállalkozók, akik vagy saját vállalkozásban, vagy kisebb kapcsolt vállalkozásban tevékenykednek Bátaszéken, a régi történelmi hagyományok alapján újra alapozták a Bátaszéki Vállalkozók Ipartestületét, és gyakorlatilag
mint kiemelt civil szervezet így a városnak is fontos részei, méghozzá papíron és a valóságban is, hiszen ők olyan pezsgő életet visznek hétköznapjainkba, gyakorlatilag kezdve, hogyha valakit keresel valami problémával, akkor biztos, hogy az iparos kávézóban reggel megtalálod az első kávézás közepette, ahol nagyon sok minden, az új híreket is meg lehet tudni. Természetesen nap mint nap Bártaszéken mi történt, kivel, mikor, de ezen kívül egyébként valóban mindenki elérhető szinte, aki az ipartestületnek a motorját és főgerincét képezi. Egy abszolút politikai nézetektől, vallási és egyéb identitásbeli különbségektől független olyan baráti társaság, mert szerintem mondhatjuk ez a, nem is tudom, talán 90-valahány fő vagy hány tagja van a Bártaszéki Vállalkozók Ipartestületének, kezdve az állatorvostól a gázszerelőig. Tehát elég széles spektrumot fog át. Ez azt jelenti, hogy mindenki mindenkivel jó baráti viszonyt tápol, és én úgy gondolom, hogy egy ilyen kis települése, mint Bártaszék, ez mindennél többet ér. Igazi a szó, nemes értelmében polgári kört működtetnek a bártaszéki vállalkozók. Olyan hagyományt tápolnak, amely mindenki számára csak előnyökkel jár. A február 7 és 13-a között megrendezett véradó hét alkalmából szerveztek Bártaszékre is véradást szerdán. A hétköznap ellenére közel 70-en gondolták úgy, hogy megsegítik a rászoruló betegeket ezzel a különleges, semmivel nem pótolható gyógyszerrel. A vér nélkülözhetetlen a rászoruló betegek gyógyításában, az életmentésben. A tudomány mai állása szerint a vér semmi mással nem pótolható, mesterségesen nem előállítható. Bártaszéken sokan fontosnak tartják ezt a fajta adományozást. Schwarz Antal azt mondja, ilyenkor fizikálisan és mentálisan is felfrissül. Már sokszoros véradó vagyok, ez volt a 98. Talán a koromnál fogva is látszik, hogy azért nem ma kezdtük ezt a dolgot. Örülök, hogy segíthetünk betegeken, embertársainkon, meg egy kicsit olyan megújulás, megtisztulás is az embernek, hogyha vért ad, kicsit jobban érzi magát utána, kicsit felfrissülünk, tehát igazából ilyen szempontból is jó dolog. Hát most ez a kis vírus egy kicsit visszafogott, tehát azért amikor nagy volt, vagy több volt a járvány, több volt a beteg, akkor azért nem igazán jöttem, tehát egy kicsit több időt kihagytam most, de reméljük, hogy ha csillapodik a járvány, akkor újra tudok jönni is. Meg lesz a 100. Bognár Márton gyerekkori fogadalmát tartja be azzal, hogy immáron 48-szoros véradó lett. Amikor kisrác voltam, édesapámon átment a busz, és nagyon sok vért kapott. És akkor megfogadtam majd, hogyha nagy leszek, akkor én mindig adok vért. Amikor az ember megkap egy SMS-t, hogy most használták a vérét, az olyan jó érzés, meg úgy pici lányomnak is volt olyan, hogy a barátja motorbalesetes volt, és akkor mentünk és adtuk. A február 9-i bártaszéki véradáson közel 70-en vettek részt. Dr. Pászti Vera, az Országos Vérellátó Szolgálat Szekszárdi területi vérellátójának vezető főorvosa elmondta, ilyenkor kiemelten fontos, hogy emlékeztessék az embereket a véradás fontosságára. A téli hónapokban egyébként a véradások amúgy is nehezebben alakulnak az éppen aktuális koronavírus és vagy influenza járvány miatt, ezért különösen fontos a véradás kérdésének felszínen tartása, illetve az, hogy azt az információt minél több emberhez eljuttassuk, hogy járványoktól és évszakoktól függetlenül a rászoruló betegeknek folyamatosan szüksége van az életmentő vérkészítményekre. Vér nélkül elképzelhetetlen lenne a súlyos sérültek ellátása vagy nagyobb műtétek végzése, de számos más betegség gyógyítása sem lenne elképzelhető vérkészítmények nélkül. Gondoljunk csak például a gyermekkori leukémiákra, amelyeknek jelentős része gyógyítható, de a kis betegeknek bizony a hosszú gyógykezelésük során folyamatosan vérkészítményekre van szüksége. De még csak nem is kell komoly betegség ahhoz, hogy valaki vért kapjon, például szülésnél is szorulhat vérátömlesztésre a kismama. A vér nagyon különleges gyógyszer, semmilyen módon nem pótolható, csak és kizárólag véradók önkéntes adományaként juthatnak hozzá a rászoruló betegek.
A doktornő hozzátette, a koronavírus járvány sem szegte kedvét a véradóknak. 2021-ben 8300-an jelentkeztek véradásra Tolna megyében, míg Magyarország területén összesen 382 000 voltak az adományozók. Véradásra 18 éves kort betöltött személyek jelentkezhetnek. Ez az életkori határ nagyon fontos, mert csak nagykorú személy dönthet arról, hogy vérének egy kis részével hozzájárul egy másik ember gyógyulásához. A véradásra való jelentkezés előtt mindenképpen enni kell rendesen, lehetőleg nem túl zsíros ételeket, és bőven kell folyadékot fogyasztani a véradás előtti néhány órában, legalább 1 litert. Ez nagyon fontos, hogy megfelelően készüljünk a véradásra. A véradásra való jelentkezéskor be kell mutatni egy fényképes igazolványt, lakcímkártyát és tajkártyát. A véradásra jelentkező személyének pontos beazonosítása nagyon fontos a vérkészítmény biztonsága szempontjából. Ezután egy kérdőívet kell az egészségi állapotról kitölteni a jelentkezőnek, majd egy kis rövid laborvizsgálat következik, egy csepp vérből megállapítják, hogy nem vérszegény a jelentkező, tehát biztonságos-e számára a véradás. Majd a kivizsgáló szakember a rendelkezésére álló adatok, leletek, a kitöltött kérdőív, illetve a véradóval történő megbeszélés alapján dönt arról, hogy a jelentkező alkalmas-e véradásra. A döntés során figyelembe kell vennie a véradó és a beteg biztonságát is, ezért a véradási kritériumaink elég szigorúak. Ezután történik maga a véradás, ami egy speciális, egyszerhasználatos, steril zsákrendszerbe történik. A véradó kényelmesen elhelyezkedik egy ilyen véradási székben, ilyen félig ülő, félig fekvő helyzetben, majd egy alapos karfertőtlenítés következik. Ezután történik a vénasszúrás. Először mintákat vesznek a véradás utáni kivizsgáláshoz, majd egy olyan 5, maximum 10 perc alatt le is zajlik maga a véradás. Utána egy pár percet pihenni kell, a kart egy kicsit kimélni a véradás után. Nagyon fontos, hogy 10 percig szorítani kell a szúrás helyét, és sok folyadékot kell fogyasztani a véradás után. A nők egy évben 3-szor, míg a férfiak 4-szer adhatnak vért, de minimum 56 napnak kell eltelnie a két adományozás között. És hogy kit várnak a véradásokra? Mindenkit, aki egészségesnek érzi magát, és úgy érzi, hogy szívesen segíteni ezen a semmi mással nem pótolható módon a vérkészítményre szoruló betegeken. Tolna megyében minden munkanapon van lehetőség a véradásra, erről az OVS honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők. Kanizsai Dorottyáról méltatlanul kevés szó esik a magyar história tanításában, pedig kora egyik kiemelkedő személyisége volt. A nevét viselő iskolában most arra vállalkoztak, hogy a tanulók számára megvilágítsák a névadó történelmi jelentőségét, és elhelyezzék a korban, melyben élt. Kanizsai Dorottya 15-16. Században élt magyar főúrnő. Kanizsai Miklós soproni ispán lánya. Előbb Gerép Péter Nádorhoz ment férjhez, majd annak halála utána szintén Nádor Perényi Imre felesége, Perényi Ferenc püspök és Péter mostoha anyja lett. Nyilvános iskola híján a nemesi családok leányaikat híres főúri asszonyokhoz adták nevelőbe. Kanizsai Dorottya háza messze földön ismerté lett. A lányok nem csak a korabeli tudnivalókat sajátították el, hanem emberségre, helytállásra is nevelte a nagyasszony példája őket. Második férje halála után visszavonultan töltötte az életét. A szegények és elesettek támogatója volt. A mohácsi csata után Perényi Ferenc holttestét keresve a környék papjai és 400 jobbágya segítségével közös sírba tetette az elesett hőseket, megadva a végtisztességet nekik. Ez a néhány gondolat az, amelyet a bátaszéki iskola névadójáról tudni lehet. A helyi iskolában gondot fordítottak arra, hogy a gyerekek megismerjék a névadót és a kort, a reneszánszt, amelyben élt. Éppen ezért különleges műsorukban megjelennek azok a hírességek is, akik fémjelezték Kanizsai Dorottya korát a világban. Kanizsai Dorottya 19 évesen ment hozzá Gerép Péter Nádorhoz, Vingárti Gerép Péter, Mátyás kedvelt hadvezére, utolsó udvarmestere, Erdélyi Vajda, országbíró, Nádor, helytartó. A Hunyadi család közeli rokona, ugyanis Mátyással unokatestvérek voltak. És miközben Dorottya leányasszony az esküvőjére készült az úr 1500. évében. Megpróbáljuk a gyerekekhez közelebb vinni, kicsiktől nagyokig. Ez a nehéz feladatunk, hogy 1-től 8-ig mindenkinek érthető legyen, ne legyen unalmas, próbáljuk minél színesebbé tenni. Az, hogy megismerkedjenek a névadóval, jobban köti őket az iskolához. Szorosabbá teszi az identitásukat, mondja a műsort összeállító pedagógus Pestinék Kunos Boglárka.
Szerintem így jobban kötődnek hozzá, jobban el tudják képzelni, nem csak az iskola nevének a feliratát látják belépve a kapun, hanem akkor tudják valahova kötni egy kicsit. Igen, és szerintem ez közösségformáló mindenképp. Minden évben természetesen tartunk ilyen ünnepségeket, és mindig próbálunk újat kitalálni a gyerekek számára, hogy nem minden évben ugyanazt hallják, hanem kicsit változatosan, mindig más oldalról megközelítve Kanizsai Dorottya alakját, illetve azt a történelmi kort, amelyben élt. Igen, hát a történelmi könyvek épp hogy csak megemlítik, ugye a Mohácsi csata kapcsán, illetve az utána tettei a temetésekkel kapcsolatban, de egy gyerektől ez azért meglehetősen távol áll, és azért próbáljuk így egy kicsit szélesebb irányba kitekintve előadni és bemutatni őt is és a korát is. A színdarabban szó esik többek között Leonardóról, a reformációról és az Amerika felfedezéséről is. Leonardo da Vinci nem csak a reneszánszkor egyik legnagyobb művésze, hanem a legsokoldalú lángész is, aki valaha élt. Ismert lett, mint festő, szobrász, költő, író, filozófus, botanikus, építész, feltaláló, anatómus és hadmérnök. Kiapadhatatlan kíváncsisággal kutatta az élet titkait és működését. A gyerekek minden esetre nagyon élvezték a játékban való részvételt és az előadást is. Az valószínű, nekik maradandó tudásanyagot adott a reneszánszról. A résztvevést azt én akartam elvállalni, mert mindig tetszett az ilyen szereplés. És hát így valóban így sokkal jobb, így könnyebben megjegyezzük a történelmet. Hát igazából a koreográfia, az a tánc az volt a kicsit nehéz. A szöveget azt úgy 2-3 nap alatt átvető, így izgalmas. Kiállni a közönség elé az még izgalmasabb. Egy kicsit féltem, de hát leküzdöttem. Ki volt az a személy, aki akaratlanul is a folyamatok elindítója volt? Luther Márton Ágoston, rendi szerzetes, maga is egyházi személy. A római keresztény egyház megújításáért és a hit tisztaságáért indított a harcát. A vallási reformáció követői, támogatói a társadalom minden csoportjából voltak. A fejedelmektől az egyszerű emberekig. Szerintem ők nagyon élvezték, és a próbákat nagyon élveztük, nagyon izgultak is, de azért szerintem ügyesen megoldották a feladatot. A reneszánszról remélem, hogy itt elég sok mindent megtudtak és megtanultak. Maga az, hogy egy kicsit megpróbálják beleképzelni magukat az 500 évvel korábban élt emberek életmódjába, helyzetébe, öltözködésébe, szokásaiba. Igen. Négy tudományágban zajló vetélkedést szerveztek a Bátaszéki gimnáziumban. A Géza Tusára ezúttal 60-nál több tanuló érkezett Tolna és Baranya megyéből egyaránt. Sümegi József igazgató azt mondja, az általános iskola befejezése előtt álló gyerekek szívesen mérik összetudásukat ezeken a versenyeken, és nem titkolt cél az sem, hogy az iskola választás előtt megmutassák a végzősöknek az intézményt. Nagy a zsibongás a II. Géza gimnázium előadó termében. A csapatok történelem feladatsoron dolgoznak, melynek ezéri kérdései az Árpádház témakörét dolgozzák fel. Bátaszéken hagyomány már a gimnáziumban, hogy az iskola névadó király emlékére rendezvényeket szerveznek. A Géza Tusa a felvezetője a sorozatnak, melynek keretében négy tudományágban mérhetik össze tudásukat a jelentkezők. Az elmúlt években a Covid miatt elmaradt a tanulmányi verseny, így újra kellett éleszteni a hagyományt. Két olyan esztendő telt el, amelyben nem lehetett, vagy oly módon nem lehetett megszervezni, hogy ami szerettük volna, és ami a mi hagyományunk volt, és ezért nagyon nagy öröm számunkra, hogy az idei évben, hogyha a járványügyi helyzetet is figyelembe veszük, azért 60 gyereket sikerült megszólítani, és négy tudományterületen tudtunk versenyt indítani. Ugye ez nálunk a Géza naphoz kapcsolódó rendezvény, ez a Géza Tusa, hamarosan kezdődik a királyválasztási kampány, és hogy ehhez kapcsolódik egy picit ez a versenyünk is, és ez a négy terület pedig a két nyelv volt, amelyből nagyon nagy érdeklődés volt, németből, angolból, matematikából, illetve a hagyományos történelem művelődés történeti versenyünk. Árpádkort, mondja Sümegi József, ez az egyik legnépszerűbb tananyaga a magyar történelemnek, ezért választottuk ezt a témakört.
igyekeztünk nagyon-nagyon színes, érdekes feladatokat, ebben van egy kicsit régészet, egyháztörténet, építészettörténet, tehát nem csak maga a száraz anyag, hanem tényleg játékossá és nagyon színesé próbáltuk tenni ezt a versenyt. Akkor 4 vagy 8-ra adjunk 2-t. Aha. Az első számtól egyedül eset szétválasztást csinál, 1 pont. Jó. A jelölés bevezetése is lehet 1 pont, az egyenlet felírás az már lehet, ott tartunk 4. Folyik a matematikai feladatok megoldásának értékelése. A verseny első szakaszában levelező rendszerben kell beküldeni a feladatokat, majd következhet a gimnáziumi döntő. Az első két forduló, ugye a levelezős versenynél az egy házi verseny, tehát otthon oldják meg a gyerekek a feladatokat. Azok a feladatok egy kicsit gondolkodtatóbb, nagyobb terjedelmű, és tetszőleg is idén felhasználással megoldható feladatok. Itt a döntőben inkább a gyors, reflexszerű, könnyen megoldható, számológép segítségével megoldható feladatokat állítottam össze, és reméljük, hogy ez alapján nagyon szép eredményeket tudunk az eredményhirdetésnél elmondani a felkészítő tanároknak. A járványhelyzet ellenére a létszám igencsak megelégedésre adott okot a szervezőknek. A versenynek nem csak az ismeretek felfrissítése a célja. A szám is mutatja. Ugye több, tehát hagyományosan több olyan tudományterület is volt, ahol még ez a verseny működött, de én azt gondolom, hogy ez a 4 terület, tehát hogy sikerült összehozni, és ebben jelentős számú versenyzők voltak, ez is azt mutatja, hogy a gyerekeknek is valahol fontos az, hogy meg tudják mérni a tudásukat, egymással össze tudják magukat ezt a tudást hasonlítani, ne csak a saját osztálytársaikkal, hanem más intézményből. És azért ez egy nagy szórás, hogyha mondjuk a megyének ebből a régióiból, vagy mondjuk más megyéből is, hiszen Baranya megyéből is vannak itt Mohácsról, Dunaszekcsőről csapatok, vagy egyéni versenyzők is, én azt gondolom, hogy ez valahol nagyon jó. Természetesen mi szeretnénk megszólítani, illetve meghívni ezzel az általános iskolás gyerekeket, azokat a tehetséges gyerekeket, akik valamilyen területen kiemelkednek. Egy picit ezzel megmutatjuk az iskolánkat is, és nyilván valamiféle kedvet szeretnénk ahhoz teremteni, hogy hozzánk jöjjenek. A Gézanapok keretében hamarosan sor kerül majd a királyválasztásra, hogy aztán a város apraja nagyja előtt ismét megidéződjön a koronázási szertartás hagyománya is. Exotikus állatokból álló kiállítást tekinthettek meg azok, akik ellátogattak Bátaszéken a Petőfi Művelődési Házba. A bemutatott állatok között királypitont, szakállas agámát, madárpókokat is megnézhettek az érdeklődők, sőt a vállalkozó kedvűek akár meg is simogathatták némelyiket. És ehhez hasonló egzotikus állatokat nézhettek meg azok, akik ellátogattak február 10-én Bátaszékre a Művelődési Házban tartott kiállításra. A gyűjteményben nem csak különleges hüllők voltak láthatóak, hanem egerek, tengeri malacok, pókok, lepkék és békák is. Óvodások, kisiskolások jöttek el és nézték meg a különlegességeket, sőt a bátrak akár a kígyót is megsimogathatták, mint ahogy tette ezt operatőr kollégánk is. Ez egy királypiton kígyó, Dél-Afrikában őshonos, és havonta egyszer egerekkel, vagy pedig lent patkányokkal táplálkozik, és ő is nagyon szereti a hőmérsékletet, tehát meleg igényes állat. Általában most már Magyarországon is, meg itt Európában is sok hobbi állatgyűjtő van, aki saját magának otthon a saját házába is, teráriumban ilyen kígyót szokott tartani. Ez a kislány bár picit meg volt szeppenve, mégis bátran állta, hogy beletegyék a nyakába a kígyót. A királypiton a világ legnépszerűbb házi állatként tartott pitonja. Általában kissé félénkek, de ideális teráriumi hüllő, mivel kisméretűek, általában barátságosak, jól kezelhetők és figyelemre méltó színekben és mintákban kaphatóak. Ez a példány is régóta készhez lett szoktatva, így nem okozott problémát, hogy kivegyék a teráriumból.
Ezekből a hüllőkből nagyon jó házi kedvenc válik. Kellemes külsejük van, és nem agresszívak az emberekkel szemben, érdekes figyelni őket és játszani velük. Általában tiszták és könnyű gondoskodni róluk. Ez a példány is nyugodtan tűrte, hogy kézbe vegyék. Az egész napon át tartó kiállítása sok gyerek ellátogatott, szívesen nézték meg a különleges állatokat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!